A fúziós gondolkodás jellemzi zeneszerzőként a Magyarországon felnőtt Derecskei Andrást is, aki Dvorsákhoz és Turnerhöz hasonlóan előadó művészként is ismert, és ugyancsak évekig élt Amerikában. Magyarországi tanulmányai után az Arizona Symphony Orchestra asszisztens karmestereként megismerhette az Európán kívüli zenekultúrát. Bár az amerikai álom szerinte már csak buborék, a klasszikus zeneszerzést pedig inkább a piac, a közönség ízlése formálja amerikai éveire, mint egy álomszerű, kerek és lezárt korszakként tekint vissza. Ha az amerikai évek nem is alakították szignifikánsan a zenei nyelvét, korabeli műveiben fel-felbukkan a reflektálás az otthonra, akár csak Dvorsák zenéjében. Mert, ahogy a zeneszerző is fogalmazott, van abban valami félelmetes, hogy egyedül vagy egy másik földrészen. A távolság által érződik csak a hiány, és a nyitottság ellenére sem lehet megúszni, hogy az ember a saját zenei nyelvén gondolkodjon, akár hangszeren játszik, akár komponál. A most következő Balkanoid című művében a repetitív, balkáni aszimmetrikus ritmusok összeolvadnak a jazz elemekkel, keverednek a népzenei hagyományokkal, miközben a kortárs klasszikus zeneszerzés technikája, ligeti hatása is érződik rajta. S vajon a globális világunkban van-e ma a különbség Európa és Amerika között? Miért utazott Turner Stuttgartba tanulni, és miért szelte át Derecskei a félvilágot, hogy Amerikában tanuljon és dolgozzon? És miért tért vissza végül mindkét szerző a hazájába? És hogy létezik-e valamilyen megfogható, egységes zenei nyelv ma? Van-e bármilyen kapcsolat Turner és Derecskei zenei nyelve között? Nos, ezt már döntsék el önök. Koncertünk zárásaként hallgassák meg Derecskei András Balkanoid című művét, Rácz Gabriella és Nagy Ferenc előadásában, és engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket mind a magam, mind a Szent István Filharmonikusok művészei nevében.